Hello, sziasztok! Akkor a következő fázis a robotikus szemnél, hogy a szemgolyókat megtervezzük. A szemgolyó megtervezése már valamennyire előre haladott állapotban van, már ami azt jelenti, hogy a szemgolyónk csak ennyi, ennyit már elkészítettünk belőle, hát föl kell építenünk. Aszerint, amit az interneten keresztül ugye vásárolunk, majd szemgolyók ennek a belső méretezési alapján, ugye ez 26 mm-es szem méretet jelent, ami a valós szemnel összemérhető. Tehát készítsük el ezt a szemgolyót. Először is ennek a elkészítéséhez leszedjük az első részt, hiszen ott majd a ténylegesen rátett szemgolyónk lesz, amit vásárolunk. Illetve nekünk a szemgolyót rá kell pattintani. Most így hirtelen első nekifutásra széthúzom ezt, és egy méretezéssel megnézzük, hogy ez hány milliméter is innentől ideig. Tökéletes, 23 milliméteres nagyságú, erre fog rápattanni a szem. Na most itt lehetnek ilyen-olyan eltérések, úgyis ragasztással kerül rá az a szemgolyó, úgyhogy most ebbe annyira nem is okozunk problémát, ha nem pontosítjuk jobban. A szemgolyó kialakításához először is elkészítünk egy kivágó szerszámot, amelynek a magassága az a magasság lesz, amelyet ugye 6 mm-es kar vastagságunk van, mondjuk alátétekkel együtt 7 mm-es olyan magasságot kell beállítanunk, amit majd, tehát ahol a kar el fog férni. Jó. G. Ez. És itt egy kicsit össze is szűkítjük. Oldal irányban összeszűkítjük. Egy kis trapéz alak lesz a kivágó szerszámunk. Vágjuk ki. Boolean. Difference. Ez. És el is készült a kivágó szerszámunk. Jó. Ha most ráteszem a kart, akkor látjuk, hogy ez két alátét fog oda közé menni, és egyébként pedig hát ide lesz valami átmenő furatot kell képeznünk. Az átmenő furathoz ennek az oldaltávolságát meg kell növelni E-vel, és hát majd mindjárt látjuk, hogy milyen nagyságokról beszélünk, hogy azért a körünknek a szélénél azért legyen egy kis távolság, mondjuk ide megyünk, hát majd kialakul út közben. Jó, ki kell vágnunk ezt a furatot kell belehelyeznünk, ahol az átmenő furatunk lesz, oda kell furatot képeznünk. Tegyük is ezt meg. Jó, Shift A, mesh, cilinder, az átmérője szoros lehet 3 mm-essel számolva, és ez a kivágó szerszámunk nem kicsi, viszont nagy. Nem baj, Boolean difference object hide, és látjuk, hogy átmenő furatunk van, elvileg jó helyen, de majd ezt mindjárt ki is derítjük, de én úgy gondolom, hogy jó helyen van, Shift Z, és koncentrikus köröket kell látnunk, látjuk is, tökéletes. Sűjjesztenünk kell, méghozzá azért, mert a csavarokat el fogjuk sűjjeszteni. Ennek érdekében elkészítünk egy csavart, méghozzá amit használni fogunk a 20-as csavart, sőt, még egy 20-as nútot is, ami lokkos. Tehát a végén zárt alakzattal fogjuk ezt az egészet kialakítani. Alt G. Nézzük ezt a
kettőt vigyük el, hoppá, kivágó szerszámunk már nem kell, Y irányban helyett, X irányban 37 mm-re, ezt is 37 mm-re, és elvileg ez majd a csavar és az anya együtt fogja kiadni azt, ahol, bocsánat, mindjárt meg lesz, megvan. Vagyis 36 mm-nél, bocsánat, még ez se teljesen tökéletes, és akkor ez is 36 mm. 36. Jó. G, Z. Ez egy süllyesztés lesz. Itt talán ennek a vége egy picit túl fog lépni, de most ez kb. Ténylegesen az, amit látni is fogunk. A furatunk már megvan, most a furatba illesztettem bele az anyagot. Hát le kell süllyesztenünk a furatunkat. Az egyik oldalon egy kör alakú süllyesztésünk lesz. A location 37x, y irányban 0, z irányban 0, helyett 36. Nem tudom, miért akarok 37-et mondani. Jó, készítünk egy kivágószerszámot, aminek az átmérője kör alak esetén, ebben az esetben egy olyan 6,5 milliméter. És mondjuk 50-es hosszúság. Tehát ezt kell, ez a kivágó szerszám SZ ide a felső részre. GZ. És nézzük meg, hogy milyen vastagságig kell kivágni. GZ. Kb. Eddig. Legyen egy kis tolerancia is. Teljesen rendben van. Vágjuk ki. Ebből boolean difference ezt. És nézzük meg, hogy sikerült-e. Valószínűleg sikerült, mert úgy néz ki, hogy sikerült. Most ezt eltüntetem. Vagyis pontosan van, csak ezt mutatom, akkor látjuk, hogy tényleg sikerült a süllyesztés az egyik oldalon. Másik oldalon viszont a sokszögű, hatszögű süllyesztést kell megoldanunk. Úgyhogy ez a kivágó szerszám már nekünk nem jó. Helyette ugyanilyen kivágó szerszámot kell készíteni, csak éppen 6 oldalú. És GZ. Majd látjuk, hogy milyen magasságig kell ezt besüllyeszteni. Itt sajnos nincs exakt dolog, ugyanis a csavarás is. Na most itt elképzel, kérdés lehet, hogy miért szélesebb volt anya, mint ez. Nagyon egyszerű, SZ 30 fok. Bocsánat. SZ 30 fok. Nem jó. Elnézést kérek. Ctrl Z. Tehát még egyszer. R. Nem S, és Z, és 30 fok. Tehát így most pontosan fedi a anyát, anyának a szélességét. Ugye az éliből, illetve a lapjára vágott csavarokról van szó. Szóval teljesen mindegy, hogy melyiket választjuk. Most akkor választhatjuk ezt. Megint csak vonjuk ki ezt a... Bocsánat, azt mondja, hogy az előző... Hoppá! Ó, jaj! Az előző változatot nem vontam ki, úgyhogy újra kell csinálni. De nem baj, attól még ez a változatunk jó, csak a felső részt nem apply-oltam el. Tegyük meg, difference, ez, apply, x, alul jó, és újra sajnos a felső részt megint meg kell csinálnom. Jó, cilinder, 32 oldalú, ugyanaz a távolság volt. A 20 mm is jó. De most már profik vagyunk. GZ. Shift Z. GZ. Kis toleranciát hagyunk. Shift Z. És kivonjuk belőle. Boolean difference. Ezt. És látjuk, hogy ott is elkészült a lyuk. Rendben.
No, hát már csak egy dolog van hátra, hogy ezt egy karral kell vezérelnünk, egy kart kell ide a felső részére tennünk, legyünk oda egy kart, kb. Innen egy olyan 10-12 mm-re tegyük a kart. Először is az átmenő furatot elkészítjük, az egy olyan furat lesz, ami ugye 1,5 lenne, helyett 1,6, egy kicsit ne szorosan záródjon a csavarunk köré, hiszen majd ez ténylegesen egy mozgató rész lesz, nem szoros zárással, és ezt az egészet 12 mm-re tesszük. Ez a vágószer számunk lesz majd 40 mm. Bocsánat, még egyszer. És Y irányban 12 mm-re tesszük, úgyhogy ez kész. Emellé készítünk egy újabb, hát ez már a kör lesz, amely a mondjuk egy 8 mm átmérőjű kör, ez is ugyanúgy a Y irányban 12 mm-hez képződik, és ennek a vastagsága legyen mondjuk összesen 3 mm, 12 mm-nél, 3 mm-es vastagságú valami, és majd ezt fogjuk, mint kart használni. Vonjuk ki egymásból a két értéket, intersect, difference, ezt, H, apply, jó, jól sikerült, és magasságban, hát, ilyen 10-es magasságot tudok elképzelni, ott lesz a kar. Jó, alakítsuk tovább ezt a csodálatos eszközt, Shift Z, hogy átlátszó legyen, és minden oldalról láthassuk a pontokat, ugyanis ezt csak ki akarom törölni. Kézi alakítás lesz. Szeretném a EY. Jó, azután ponthoz illesztés EY. Jó, és ezt a kettőt F-fel összeillesztjük. Shift C, hogy lássuk is, hogy miről beszélek. Illetve Alt jobbegér gombbal 1, illetve Alt jobbegér gombbal 2. Tehát készítettünk egy alakzatot gyakorlatilag. A kettőt már csak Unionnal össze kell passzentolnunk. Tehát ide, Add Modifier, Boolean, Intersect Union, Intersect helyett Union, és ezt, Apply, X, Delete. És látjuk, hogy egyben van az alakzatunk. És már csak az a kérdés, hogy mi kell még ehhez. Én úgy gondolom, semmi. Tehát elkészült az első ilyen szem kialakításunk, amely majd, mint látni fogjuk, RZ így fog mozogni, majd pedig az egész alakzat RX így fog mozogni, hát most ugye nincsenek hozzákötve constraint-tel, vagy parent-tel, vagy bármi egyébben a többi alakzat összetevők, de gyakorlatilag a föllemozgás az együtt fog történni. Ha gondoljuk, akkor tegyük hozzá ezeket az alakzatokat, például ezt a szemet ide, Ctrl-P, Object, ezt ide, Ctrl-P, Object, ezt ide, Ctrl-P, Object, ezt is hasonlóképpen Ctrl-P, Object, ezt a csavart, hát ezt a szemhez illesszük, inkább legyen a szemhez, Ctrl-P, Object, és a csavar anyát is. Ennek jelentősége a nyomtatás szempontjából nincs. Na most nézzük meg, mit tettünk eddig, ennek pedig itt nem kell lennie X, nem is szükséges rész. Ó, ott még van egy anya, ezt ehhez Ctrl-P, Object. Na nézzük, mit tettünk eddig. Mozgassuk ezt, RX, tehát így fog mozogni a szem föl le, majd pedig RZ, egyébként meg így.
Teljesen jó. Jó, akkor ez az összeállítás, ez a részhez ebből állt, hogy a szemet elkészítettük. A következő részben pedig a teljes hordozót fogjuk hozzátenni és elkészíteni. Úgyhogy most jelen pillanatban itt tartunk. Köszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk a következő résznél.